Lezajlott az első hazai mérkőzés a Rákosmente KSK új futballpályáján. A 17. kerületi együttes teltházas mérkőzésen játszott 2-2-es döntetlent a Kecskeméti Téje csapata ellen augusztus 11-én. Az Edzi utcai sporttelep a Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti pályafejlesztési programjának keretében, Rákosmente önkormányzatának támogatásával, valamint az RKSK által megszerzett társasági adó segítségével újult meg. Az RKSK az MB3 középcsoportjának második fordulójában játszotta le első hazai mérkőzését, melynek alkalmával a Kecskeméti Téját fogadta a fővárosi együttes. A találkozó első félidejében 3 gólt is láthatott a közönség. Az első találatot a vendégcsapat játékosa, a kapust könnyűszerrel kicselező Vladul Stefán szerezte a 31. percben, míg társa Karacs Roland a 36. percben lőtt a háló jobb alsó sarkába 14 méterről. A játékrész első felében az RKSK szépíteni tudott, a hosszabbításban Kokenszky Norbert érvényesíthette a büntetőrugást, így 2-1-es vendégvezetéssel mentek szünetre a csapatok. Rákosmente önkormányzatának régi terve valósult meg az Edző utcai sporttelep felújításával. Az eddigi körülmények nem feleltek meg egy MB3-as csapat felkészüléséhez és mérkőzéseihez, valamint az utánpótlás képzésnek is szüksége volt megfelelő minőségű pályára és öltözőkre. A beruházás összköltsége 507,5 millió forint volt, melynek 77,3%-át az RKSK által megszerzett társasági adó, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti pályafejlesztési programjának keretében nyújtott támogatása alkotja. A fennmaradó 22,7%-ot Rákosmente önkormányzata biztosította a projekthez. A nyitó mérkőzés szünetében Horváth Tamás alpolgármester érmeket adott át az RKSK U14-es csapatának. Nagyon sok gyermek focizik itt, és ugye most a szünetben pontosan egy nagyon nagy sikernek körülhetünk, hiszen az RKSK U14-es csapata országos bajnokságban második helyezést ért el, csak a Vasas Akadémia csapata tudta megverni őket. Úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk itt a kerületben, és gratulálunk a srácoknak, a fiúknak, és remélem, hogy folytatni fogják ezt a sikersorozatot. Amit még meg kell említeni, hogy ezzel a pályával együttemben épült egy műfős pálya, egy nagyon korszerű nagy pálya, az Újlak utcai úgynevezett gödörben a lakosság így ismeri elsősorban. A díjátadót követően már a hazai együttes szurkolói, így a 17. kerületiek örülhettek leginkább. A 71. percben Horváth Patrik szerzett gólt az ötösön belülről, mellyel az RKSK 2-2-es döntetlent ért el, s jelenleg 11. helyen áll a csoport tabelláján. A felújított pálya lelátójának köszönhetően immár összesen 220 néző befogadására van lehetőség. A csaknem 13.000 négyzetméter nagyságú sporttelep fejlesztési munkálatai 3 évvel ezelőtt kezdődtek meg, emelte ki Szijjártó László, a Rákosmenti Községi Sportkör elnöke. Először pályának az altalaja lett kicserélve, teljesen új altalaj szivágórendszer, locsórendszer lett építve a pályához, arra rá került a fű, utána az MLS elkészítette ezt az öltöző épületet, és innentől kezdve az MLS levonult. Az ezutáni beruházásokat az Egyesület TAO források keretén belül került megvalósításra, ami magába foglalja a burkolatokat, a viakoros burkolatokat, a teljes kerítés átépítését, az öltöző berendezését, bútorozását, a lelátókat, illetve a pálya körüli viakoros járdákat. A Rákosmente Futballklub célja, hogy a jövőben ezen a helyszínen rendezze meg az összes MB3-as találkozóját, így minden második héten számítani lehet majd hazai mérkőzésekre. Továbbá ezen túl az utánpótláskorú játékosok is az Edző utcai sporttelepen fognak pályára lépni ellenfeleikkel.